Sziasztok! Attila vagyok Isten királyságából. Na hát, ilyen videót még nem csináltam. Úgy éreztem, hogy ki kell jöjjek az erdőbe egy kicsit sétálni, és ilyen általános kötözést és oldozást végezni, és mindazokat megáldani, akik ezt a videót nézik. Nem tudom, hogy mi fog ebből kisülni, de hát tudjátok, hogy Jézus azt mondta, hogy akik újonnan születtek, azok olyanok, mint a szél, nem tudod, hogy honnan jönnek, igaz? És merre tartanak. Így van mindenki, aki a szellemtől született. És most egy erdőben fogok egy kicsit kötözni és oldozni, és hát legyen az áldásotokra, hát ha ebből ti is tanultok. Jézus nevében már többen kértétek, hogy kicsit segítsek ebbe a kötözésben és oldozásban. És lehetne sok bizonyságot mondani a napokból is, hogy többen megkeressetek, hogy tényleg ez működik, vagy írásban, vagy szóban, vagy telefonon beszéltetek velem. Jézus nevében, Atyám, én hálát adok azért, hogy ahol ketten vagy hárman összejövünk a te nevedben, Úr Jézus, sőt a te nevedre rágyűlünk, akkor te ott vagy, és hogy ha megkötünk valamit a földön, és egyetértünk mindenben, az kötve lesz a mennyben, és ha valamit megoldozunk a földön, és egyetértünk, az bizony oldva lesz a mennyben. És ugye amint a mennyben, úgy legyen a földön is. Tudjátok, hogy a szellemvilág az olyan, hogy minden, ami a mennyben megvan, az lecsapódik csak itt a földön. Tehát ezért jó dolog, hogy ügyes, bajos problémáinkkal az Istenhez fordulunk, illetve az általa használt, pontosabban adott lehetőségeket kihasználjuk, természetesen jó értelemben és nem visszaélve. Na, a kötözés és oldozásról nézzétek meg a Wim Burley-től a videót, hogy a királyság kulcsai, tehát a királyság kulcsai fönt van a YouTube csatornámon, és hát a kötözésnek és az oldozásnak az a lényege, hogy bizonyos problémákat az életünkben szellemi módon, spirituális, csúnya szóval módon kezelünk, és Isten angyalai őket az Úr szelekké, szellemekké teszi, ugye, és tűznek lángjaivá, és ők a szolgálatukra adattak azoknak, akik öröklik ugye az üdvösséget, a megváltást, és én most elkezdek kötözni és oldozni, és hát majd várom a bizonyságtételeiteket, és természetesen már most, mint egy 45 fokos tükör, ugye minden dicsőséget fölfele passzintunk, tehát bármi jó dolog történik, akkor majd ne engem dicsérjetek, hanem az Urat. Tehát mi csak használjuk az ő lehetőségeit, de hát nézzétek, itt az erdő is, épp az előbb örvendeztem, hogy milyen gyönyörű, hogy a mohán sétál az ember, és olyan puha az egész, meg itt a friss levegő. Tehát mit van, amit nem kaptál? Tehát mindent Istentől kaptunk, még a kötözés és oldozásnak a szabályait is, és csak a tudás nélkül veszel az én népem, mondja az Úr, de hogyha megvan a tudás, és azt jól alkalmazzuk, ugye, meg megvan a tanács, ugye tanács kell a háborúhoz is, megvan a tanács, megvan a tudás, akkor gyerekek, hajrá! Úgyhogy Jézus nevében én most kioldozom a magamra is, meg a videónézők szellemére is, meg életére is a szentség szellemét Jézus nevében. Kioldozom magunkra, rátok és rám is az Isten félelmet, a bölcsesség kezdetét Jézus nevében, a megszentelődést, az alázatot, a kegyelmet, a békességet. Ugye Pál is mindig úgy kezdődik, hogy kegyelem, zárójel irgalom, zárójel bezárva a békesség, ugye adasség bőségesen, tehát kioldozom magunkra a kegyelmet, az irgalmat és a békességet Jézus nevében, Istentől és a mi Atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Messiástól. Jézus nevében rátok oldozom a megértés, az ismeret és a bölcsesség szellemét, a kijelentés szellemét, a lelepleződés szellemét. Magamra is, rátok is rátok oldozom Jézus Krisztus nevében a meggyőzetés szellemét, bűnről, igazságról és ítélet tekintetében, a meggyőzetést. Kioldozom az igazság szellemét, miközben megkötözöm a téveigés szellemét és a gyávaság szellemét, mert az Isten nem a gyávaság szellemét adta nekünk,
vagy nem a gyávaságnak egy szellemét adta nekünk, hanem ahogy az Isten adta nekünk, én is kioldozom magunkra a csodatevő erő szellemét, az önzetlen szeretet szellemét és a kiózanodás, nem csak józanság, hanem a kiózanodás szellemét kioldozom magunkra, és rátok is és rám is, Jézus nevében és a családtagjaitokra is, és azokra is, akikért már régóta imádkoztok, a legfontosabb, a kiózanodás szelleme, mert a varázslás csinálja azt velünk, hogy elkábulunk, elcsábulunk, mint a részegek, dülöngélünk, jó, a hazugságokban, és amikor jön a kiózanodás szelleme, vagy kiózanítás szelleme, ő azt csinálja velünk, hogy észesztérít bennünket. Úgyhogy Jézus nevében a kiózanítás szelleme menjen rátok, rám is, családtagjainkra, de még akár az ellenségeinkre is, Jézus nevében. És kioldozom magunkra a Fineás szellemét, aki azt cselekszi, hogy átdöfi a Kozbit és a Zimrit, a paráznaságot, legyen szó szellemi paráznaságról, vagy fizikai paráznaságról, és legyen megátkozva a Bálámnak a tanácsa az életünkben, a Mammon imádat Jézus nevében legyen megátkozva, mert nem szolgáljuk Istent és a Mammont. Az átok egyszerűen annyit jelent, hogy elsorvad. Ugye amikor Jézus megátkozta a figefát, akkor elsorvadt, igaz, elszáradt. Tehát amikor megátkozod a Mammont, megátkozod a Bálám tanácsát, akkor annyi történik, hogy elsorvad az életedben. Tehát ki is mondhatod, hogy sorvadjon el, pusztuljon el a Bálám tanácsa az életemben, és a megéhetéstől való félelem, így van, ezt is megkötözzük Jézus Krisztus nevében, a megéhetésnek a félelmét, hiszen Jézus megmondta a kisítőséggel együtt, hogy nem sokkal többet értek-e a mennyei atya számára, mint ezek a mennyei vagy égi madarak, akik röpködnek, és akikről az atya gondoskodik, és ugye nem vetnek és nem aradnak a madarak. Tehát meg kell kötözni magatokban is Jézus nevében a kisítőség vagy a hitetlenkedés szellemét, és kioldozom rátok a Krisztus hitét, ámen, a Krisztus hitét kioldozom rátok, halleluja, meg magamra is, mert a Krisztus hite, a messiási hit az, amely minket megment, üdvözít, megszabadít, egészségessé tesz. Ez a messiás hite is, nem a te hited. Bár van olyan is, hogy a te hited megtartott téged, de mennyivel nagyobb, magasabb szinten van, amikor már nem csupán a te hitedtől függsz, hanem a messiás hitétől. Legyen rád oldozva a messiás hit. Az a hit, amely Timóteusnak már anyukájába és a nagyanyjába is ott lakott. Jó, na, bizony a hit az tud szellem is lenni, jó? Hát van ilyen, hogy a hitnek a szelleme, és ő is tud neked segíteni. Hát Jézus nevében az Úr Isten, az Atya, édesapa küldje Jézus nevében rád az ő hitét. Mártson meg, merítsen meg, jó alaposan csutakoljon le kívül belül az ő hitében. És ha már hit, akkor rád küldöm az engedelmesség szellemét is, hiszen Pál apostol azt mondta, hogy a hitnek engedelmességére hívunk minden nemzeteket. Tehát a hittel együtt jön az engedelmesség is a szívedbe, és megtörjük a lázadást, ámen, és a lázadás alól kioldozzuk a talajt Jézus nevében, mint a Kóré életében, Kóré esetében, akkor a lázadást elevenen nyelte el a Seol. Úgyhogy minden lázadás szelleme előtt most megnyitom a talajt, és elevenen estek be a Seolba, vagy egy a Tartaruszba, ahova menetek kell. És rátok bocsátom az engedelmesség szellemét. Mert megvan írva 51-es Zsoltár, az engedelmesség szellemével támogass engem. A szabadításod örömét ad nekem. Ámen. Na. Jézus nevében jöjjön ki ránk, rátok
az új szabadításának az öröme. Jöjjön ki a Szent Szemnek a gyümölcse, a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség. Igazából a hűségnél az volt, hogy hiteles hit és úgy hűség. Tehát, hogy hívő is vagy, tehát hiszel is, hitelessé is tesz a hit téged, és hűségessé is. Tehát olyan emberi, aki nem pártolsz el. És ugye jöjjön ki rád Jézus nevében az önmegtartó szatás is. Ugye, ami szintén csak a józanságnak egy szinonimája vagy testvére. Pontos. És megkötözök bennetek minden alkoholista szindrómát, minden részegséget, az ősapák bűneit, 100 generációra visszamenőleg. Kérlek, atyám, bocsáss meg a videónézőknek, és oldozz őket föl a családjuk 100 generációs minden bűnéből. Pusztíts ki belőlük az alkoholista szindrómának minden nyitott kapuját, hazugságát, részegségét, téveigését, függőségét, varázslását, bolondságát, a bolondságra menjen ki a Krisztus vasbottya, a gúnyolódásra menjen ki az Elizeus medvéi Jézus nevében, és az ellenségeket az életetekben Jézus nevében üldözzék az Úrnak a lódarazsai, ahogy tették, amikor megfutamították az ellenséget Izrael fiai elől Kánaánba. Az Úr űzze ki előletek a ti ellenségeiteket a szellemvilágba, és tegye a ti utatokat egyenessé, ti ösvényeiteket, a 23-as Zsoltár szerint csendes mezőköz vigyen benneteket, a megnyugvásnak a rétjére, a csendes patakhoz, mert Jézus azt mondta, hogy az én igám könnyű, az én terhem boldogító, igyekezzetek bemenni abba a nyugalomba, ami még megvan az Úr népének, ebbe a örök szombatba, ugye Jézus a szombat, mert azt mondta Jézus, hogy nagyobb van, mint a szombat, ugye a szombat ura. Tehát igyekezzetek, gyertek be az Isten nyugalmába, nyugodjatok meg a holt cselekedetektől. Jézus nevében most lerontok bennetek minden videónézőben az összes vallásos megfelelési kényszert. Jézus nevében minden vallásos megfelelési kényszer legyen lerontva, és az a fajta nyugalom áradjon belőletek, mint ami ebből az erdőből árad. Isten teremtése az nyugalomról szól, megnyugvásról. És nem a vagyonotok tartja meg a ti lelketeket, mondta az Úr. És a bolond gazdagtól még a lelkét is elkérik, még aznap este. Úgyhogy Jézus nevében a bolond gazdagság minden szelleme most legyen elvéve belőletek, és legyetek az Istenben gazdagok, mert az Úr félelme az növeli meg az életünk napjait. Halleluja, dicsőség az Úrnak! Jézus nevében most rátok oldozom az egyenes szemet, Jézus nevében az egyszerű szemet, azt a fajta szemet, amely egyfele néz saját maga elé, az Isten igényre néz, Jézus Krisztusra néz, és nem tekint a viharokra, nem tekint idegen testek után, idegen bálványok után, idegen istenek után. Mert ha te szemed egyszerű és tiszta és egészséges, akkor az egész tested világos lesz. Úgyhogy Jézus nevében az Isten adjon neked egyenes szemet, és pucoljon ki minden sötétséget a templomából, a Szent Szellem templomából, vagyis a te testedből. Küldje ki rád Jézus nevében a fiúság szellemét, a fiúvá fogadás szellemét, ahogy az Efézusi levél mondja, hogy önmagához fogadott fiúként minket, a váltságdíj által, amikor is felszabadított minket a bűnnek, a hatalma börtöne alól. Az ő vérében van a mi bűneink bocsánata, elengedése. És nem csak a bűneidet engedi el az Isten, hanem téged is elenged a bűneid kötelékéből. Ez a csodálatos. Nem csak megbocsátásról beszélünk, hanem elbocsátásról. Úgyhogy ez az elbocsátás is legyen rátok oldozva Jézus nevében. A Lukács 4 szerint, hogy szabadon bocsássam a foglyokat Jézus nevében. És kiküldöm, a ti vakságotokat ráoldozom most az ellenetek támadó boszorkányokra, ugye az Elimásra, a Bar Jézusra, ezekre a hamis Jézus fiakra. Ők nem Jézus fiai, hanem csak magukat Jézus fiaknak nevezik, hogy Bar Jézus.
De ugye Pál apostol megvakította a bal Jézust, tehát Jézus nevében a ti szellemi vakságotok menjen rá, az ellenetek varázslást űző démonokra, a bal Jézusokra, hogy ne lássák a napot, ahogy Szodomában is ráment a vakság a paráználkodókra, ezekre a büszke, dőcsös, arrogáns emberekre, ugyanúgy menjen a kedves videónézők vaksága ezekre a démonokra, hogy a videónézők ti lássatok, a démonok pedig megvakuljanak, és most teljes polgárháborút bocsátok a démonok közé, olyan értelemben, hogy meghasonlást támadok, tüzet és kardot bocsátok a démonok közé Jézus nevében, és a midjaniták átkát, amikor a Gedeonnál az volt, hogy ezek egymás ellen támadtak, ezek a midjaniták Jézus nevében. A démonok azok most Jézus nevében legyenek összezavarva, kapjanak hamis üzeneteket, legyen összekuszálva az ő informátoraiknak az üzenete, lelökve a pályájukról ezek a információ hordozó szellemek, és legyen kicserélve az ő üzenetük, és egy teljesen más üzenetet kapjanak, mint amit a főhadiszállásról kaptak Jézus nevében, és most megkötözöm a főhadiszállások fejedelemségeit, és rájuk küldök 20 légió angyalt, minden egyes videó nézőnek az életében levő fejedelemségre ráküldök 20 légió angyalt, hogy támadják, és zavarják, és ezekre rájuk küldöm Jézus nevében, nem mást, mint a zaklatást, a zavarást, a gyötrést, a tüzet, pusztulást, ítéletet ezekre a fő fejedelemségekre, a bírókra, az uralkodókra, a ti életetekbe Jézus nevében, hogy megszabaduljatok. Rátok küldöm az ismeret beszédét, hogy leleplezzen állatok, kik a fő uralkodók, és hogy ki tudjatok jönni az élő vízhez, az élet forrásához, az Úr Jézus Krisztushoz, hogy ne igyatok többet azokból a kiszáradt kutakból, amikben nincs víz, Jézus nevében. Halleluja! Isteni minden dicsőség! És megkötözök minden erős embert a ti életetekben, és ráírom Jézus vérével, hogy én Jézusé vagyok, ráírom a homlokaikra, az erős emberekre, ezekre a főfejedelemekre, a bennetek, a testetekben, rá legyen írva Jézus vérével, hogy én az Úr Jézusé vagyok, és megparancsolom a kisdémonoknak, kötelezem őket Jézus nevébe, hogy támadják meg az árulókat, és lökjék ki, teljes viszálycítok, lázadjatok föl a fejedelemségetek ellen, az erős emberetek ellen, és lökjétek ki őket. És Jézus nevében most kérem az Úrnak a kegyelmét, a szeretetét, a békességét tirátok. Oldozza meg az elméteket, hogy megértsétek az írásokat, mint az Emmauszi tanítványoknál is Jézus megoldozta az elméjüket, és értették az írásokat, megnyitotta, nyíljon meg az értelmetek, és minden elmét gyötrő szellem, demencia, pusztuljon ki belőletek Jézus nevében, minden alkoholista pusztuljon ki belőletek, és minden ilyen emésztő szellem takarodjon le az értetekről, legyenek meg, kötözze, megátkozva, elsorvasztva, megtámadva Jézus angyalai által. Az emésztő szellemek, amelyek nem engedik, hogy ti ígét olvassatok, a hátráltató szellemek, a zaklató, zavaró szellemek, az éjszakai rémálmok szellemei Jézus nevében legyenek ezek mind megtámadva a ti életetekben. A parázna álmok szellemek, a paráznaság, a szegénység minden szelleme legyen kiűzve, és valljátok meg az összes átkot, amit akár kimondtatok másokra, vagy pedig rátok mondtak mindenféle boszorkányok, jósok, térjetek meg a mindenféle okkultizmusból, babonákból, népi hagyományokból, térjetek meg Jézus nevében, horoszkópokból, fekete macskából, cigányjóslásokból, mindenféle jóslásokból, meditációkból, okkultizmusból, asztrálprojekcióból, csillagászatból is, mindenféle fajta csillagászatból térjetek meg, mert megvan írva, csak a pogányok vizsgálják a csillagokat, de nekünk megvan az esthajnal csillagunk, ugye a stabil, aki ott van a kupola közepén, ugye az Úr Jézus Krisztus,
Hálát adunk az Úrért, ő az út, az igazság és az élet, ő az ajtó, ő az átjáró, a kupola és az Isten trónterme között. Az est hajnal csillag, dicsőség az Úrnak. És kérjétek azt, hogy az Úr vegyen le minden hazugság szellemet rólatok. Gyűlöljétek a hamisságot, szeressétek az igazságot, úgyhogy ezt is rátok oldozom, a hazugság gyűlöletét, az igazság szeretetét. Jézus nevében minden rögeszmét pucoljon ki az agyatokból. Adjon nektek tiszta, puha, tanítható szívet, hogy Atyám, minden hazugságtól szabadíts meg a videónézőket, amiben valaha hittek. Adj nekik olyan éles látást, olyan szellemek megítélését, olyan bölcsesség igéit, hogy ne lehessen a választottakat eltéríteni. Jézus nevében minden eltérítő szellem legyen átkozott. És malomkövet teszünk a tanítványokat eltérítő szellemek nyakába, és úgy dobjuk őket a tenger mélyébe, mert jobb egy ilyennek, aki egy kicsi tanítványt megbotránkoztat, hogy malomkövet tegyünk a nyakába. És imádkozom, Uram, hogy a friss tanítványok erősödjenek meg a Te megbocsátásodban, Jézus nevében, halleluja, erősödjenek meg a Te kegyelmedben, az elhívásukban, és megáldom a már ifjú tanítványokat, akik már tinédzserek, hogy ti bennetek erősödjön meg az Isten igéje, és legyőztétek a gonoszt Jézus nevében, hogy legyetek győztesek, akik legyőztétek a gonoszt. És most rögtön meg is átkozom bennetek a démászt, azt a démászt, aki vissza akar menni a világhoz, azt a szellemiséget, amely megölte az izraelitákat a pusztában, mert visszatekintettek Egyiptomba, pedig már kijöttek, ezt a démászt legyen megátkozva az életetekben, és tegyétek a kezeteket az eke szarvára, és ne legyetek olyanok, mint Lót felesége, ne nézzetek hátra, ne menjetek vissza, ne kívánjátok a világot, se azokban levő dolgokat, mert nekünk már van maradandó városunk, amelyet az Atya Isten készít, a mennyei Jeruzsálemet. Készíti az Atya. Itt lemegyek itt a patak mellé, mert ez olyan szép hangja van, és hát ha behallatszik a videóba is. Így né. Na. Úgyhogy ez lenne a kis bátorításom. Ha még nem tértetek meg, akkor válasszátok az életet, térjetek meg a gonoszságaitokból, hazugságaitokból, Jézus Krisztus nevében, merítkezzetek be bűneitek bocsánatára, valamennyien, nem csak néhányan, mindannyian, merítkezzetek be, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Tegyétek le az ambíciót, a büszkeséget, a titkos elvárásaitokat, Istenhez azért gyertek, mert Isten az Isten, jó? Tehát nem ilyen hamis elvárásokból, mint a 10 leprásból, ugye csak egy ment vissza megköszönni Jézusnak. Menjünk át ezen a vízválasztón, én úgy szoktam mondani, a bemerítés az egy vízválasztó. Tessék, itt mutatom a patakot. Jó, mi? Na. Úgyhogy gyertek át Isten országába, és legyetek az Úr tanítványai. Nem kell felekezetekbe járni meg ilyen helyekre. És kioldozom rátok azt a szellemiséget, amely eklézsiát hoz létre, nem gyülekezetet, hanem eklézsiát, és szabadítson meg benneteket. Az élő víz folyama, ez legyen bennetek, és ez szabadítson meg minden vallásos gyülekezetes üdől, hogy ti testvérek legyetek, és áradjon bennetek a kegyelmi ajándékoknak mindenféle verziója, hogy egymást építsétek, és leoldozom rólatok a Babilonnak az igáját, a Baálnak az igáját, az Isten tiszteleti hamis rendszernek az igáját leoldozom rólatok, a hamis kereszténység minden gonosz démonát Jézus nevében pusztuljon ki belőletek. A Nimród minden szellemét, a vadász szellemét, legyen az tigris vagy leopárd, legyen ez leoldozva, minden ragadozó farkas legyen leoldozva rólatok Jézus nevében. A gonosz munkások, a törvénykezés, a megnetélők, ugye a Galata 1.9 szerint legyen átkozott, a hágár szelleme bennetek. Ugye a hágár az, aki vissza akar vinni az ószövetségi törvényekhez, ez legyen átkozott, és elűzzük a rabszolganőt, takarodjon ki a hágár az életetekből, Izmaellel együtt, mert nem örökölhet a törvénykezés a kegyelem szellemével. És minden pikkely essen le a szemetekről, minden leviátán legyen szétzúzva, malomkövekkel mind a hét feje Jézus nevében, a nyelve kitépve horgokkal, most rögtön dárdákkal legyen beszúrva a pikkelyei alá, tüzes dárdákkal Jézus nevében, legyen szétszedve a
mindjárt mondom, a másik szellem, akkor legyen a pióca is szétszedve, az összes víziszörny, a Jezabel legyen szétszedve, Jézus nevében menjenek ki rá, az Illés, az Elizeus szelleme, Jéhu szelleme, így van, a kutyák, az eunukok és a betegágy menjen ki a bennetek levő Jezabelekre, Jézus nevében. Legyen a Jórám és az Atália megölve, Jézus nevében, az életetekben, és az Akhábat is találja el az Isten nyila, és pusztítsa ki a kompromisszumot az életetekből, Jézus nevében, a Beliállal együtt, és legyetek Onézimuszok, akik már hasznosak vagytok Isten királyságában, rátok oldozom az Onézimus szellemét, és már nem rabszolgák vagytok többé, hanem fiak, Jézus nevében minden rabszolgaság takarodjon lerólatok, hanem legyetek a Krisztusnak a rabszolgái, és kiáltsátok, hogy Abbá, Atya, ki oldozom rátok a fiúság szellemét Jézus nevében. Úgyhogy, na, megpróbáltunk egy átlépést, nézzük csak, nem is olyan nehéz. Na, visszajöttünk a patakon túlra. Na, úgyhogy így van, ezek a víziszellemek, így van a Ráhab szelleme is, az ingerületesség és a mindenféle érzelmi manipuláció összeszelleme legyen kiírva belőletek, a múzsa szelleme pusztuljon ki belőletek, süketüljön meg a múzsa bennetek, a hamis dicsőítés Jézus nevében, az érzelmi manipuláció legyen belőletek kiírva, minden ilyen lelkiség legyen belőletek kiírva, a jezsuiták minden hazugsága legyen belőletek kiírva, a jezsuiták átkai takarodjanak föl Golgotai keresztre Jézus nevében az életetekről, a szabad könyvesség átkai, mindenféle ilyen eskük pusztuljanak ki az életetekből, valljátok meg, mint bűnt, megvan írva, ne esküdjetek semmire Jézus nevében, minden esküből térjetek meg, szakasszátok el magatokat ez elfajult nemzedéktől, legyetek elszakítva Jézus nevében az elfajult nemzedékből. Dicsőség az Úrnak, legyetek áldottak, legyen áldott a ti családotok, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Te és a te házad népe az Urat fogod szolgálni, megmenekülsz Jézus nevében, és minden te fiaid az Úr tanítványai lesznek, halleluja, és mondjátok ki, hogy én is az én házam népe, az Urat szolgáljuk, és mondjátok ki, hogy nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak a csodás, hatalmas, nagy tetteit Jézus nevében, mert megvan írva, hogy aki én bennem hisz, nem lát halált soha, úgyhogy halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje a törvény, hogy takarodjon el a törvény, a fullánk és a halál Jézus nevében. Fusson el tőletek a halál, takarodjatok el hazugság szellemei, és minden jóslás, aggódás szelleme kifelé Jézus nevében. Nem boszorkányság, az aggódás ugyanaz, mint a jóslás, térjetek meg belőle, Jézus megparancsolta, hogy ne aggódjatok. Tehát tilos aggódni. Az aggódás az a kis hitűségnek a jele, de kérjétek a hit, remény és a szeretet szellemét. Halleluja, a hit, a remény és a szeretet szellemét. Úgyhogy Isten kiózanítását kívánom rátok, küldöm rátok, oldozom rátok, és amilyen jó dolga van a lelkednek, olyan jó dolga legyen a testednek is, és minden tévtanítást lerontok rajtatok, minden hitetlenséget. A farizeusok kovásza pusztuljon ki rólatok Jézus nevében, az írástudók kovásza pusztuljon ki rólatok, a Heródes kovásza pusztuljon ki rólatok, ugye a leuralás, a szadduceusok kovásza, ugye az, hogy az ajándékok már megszűntek, ez pusztuljon ki rólatok Jézus nevében. És legyetek az Úrnak a tanítványai, akik hisznek, ezek a jelek követik, az én nevemben démonokat űznek, eddig ismeretlen újfajta nyelveken szólnak, akár mennyei, ugye akár angyali, akár emberi nyelveken, ugye, ha úgy adódna, hogy halálosat innátok, nem ártana nektek, még a tévtanítások se fognak ártani, Jézus nevében. Minden náspis kígyó mérge kifelé a szátokból, a szívetekből most rögtön, minden vipera fajzat takarodjatok le,
kígyók és viperák kifelé az életetekből. Kígyókat emelünk föl, így van, ugye ezt csináltam épp az előbb. És a gyengélkedőkre vetjük a kezeinket, azokkal jó történik, megerősödnek, legyen az szó gyengeségről, betegségről, kiküldésről, egyszerűen csak ölelésről, bármiről. A testkontaktus megerősíti a többieket. Ezt kívánom rátok az Úr Jézus Krisztus nevében. Teremjetek 30, vagy még inkább 60, sőt 100 annyi gyümölcsöt. Az Úr szántsa fel a szíveteket, pusztítson ki minden kemény szívet, menjen az Éhúd kardja bele a kövér szívbe. A köveket a szívetekből, a sziklás talajt zúzza szét, a sziklazúzó pörölj. A tövések pedig legyenek a Krisztus tövis koronájára helyezve Jézus nevében. A fejetekről a világ gondjai, az legyenek mind Jézus tövis koronájára téve. És megdorgálok mindenféle elmekontroll szelleme. Levágom a csápjaidat, elváglak mindenféle kísérő démonoktól a videónézőben és a környezetében. És Jézus nevében levágok minden sátáni gondviselést rólatok, minden sátáni kapcsolatot, emberi kapcsolatokat, történéseket, sátáni proféciákat, sátáni terveket levágok az életetekről, és kiküldöm rátok Isten gondviselését, Isten tervét, Isten proféciáit, az Istentől levő embereket, legyenek elvágva minden istentelen lelki kötések és parázna kötések, érzelmi kötések, anyagi kötések, a sátántól küldött hamis emberektől, áltestvérektől, kutyáktól, megmetélőktől legyen levágva az életetek Jézus nevében. És az Úr építi az eklézsát, ő adjon nektek testvéreket, igazi, az Úrtól való testvéreket, dokimosz testvéreket, akik nem hamis pénzzel fizetnek, akik nem tűrik a hamis pénzt, akik csak az igazit fogadják el. Az Úr fölbátorodott szívű népét küldje ki az életetekben, tisztítson meg benneteket is minden hamisságtól, és legyetek hitelesen hűséges hívő testvérek egymásnak, mert mindig szeret a barát, de testvéré csak a nyomorúságban válik, és e világon lesz sok nyomorúságotok, de ne féljetek, Jézus azt mondta, hogy én legyőztem a világot, és aki győz, annak adja az Úr a koronát és a jutalmakat. Ne féljetek a bajoktól, hanem győzzétek le Istennel, még a kőfalon is átugrotok, és még az ellenség táborán is átfuttok. Úgyhogy ez egy jó zárás. Isten áldjon benneteket. Itt megmutatom a jó kis puha mohát. Olyan jó. Isten csodálatos teremtményei. És amikor kijöttök és nézitek a füvet, emlékezzetek, hogy ez ma van, hónap a kemencébe vetik. Akkor fölfele néztek a madarakra, akkor is emlékezzetek, hogy a mennyei atya eltartja őket, és jobban öltöztek benneteket, mint Salamont az ő teljes dicsőségében. Na, ennyit szerettem volna mondani. Isten áldjon benneteket, és hogyha a sátán betámad, szavarjátok vissza, ne adjátok föl. Ha vissza akar támadni, akkor még több támadást intézetek ellene, és legyetek alázatban Isten előtt, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Isten előtti alázat, amikor az ő hatalmas karjai, a kereszt karjai alatt megalázod magad, leborulsz Jézus elé, hogy itt vagyok, Uram, én is mindenem, és mindenemet neked köszönhetem. A te igazságos áldozatod által. Legyen bennetek a Krisztus nagy, ti szálljatok alá, ő pedig növekedjen bennetek. Isten áldjon titeket, Attila vagyok Isten királyságából. Sziasztok!